Szilágyi Liliana hazatért. Haza a Ferencvároshoz, ahol egykor édesapja Szilágyi Zoltán, vagy nagynénje Gyarmati Andrea is úszott. Vagy éppen a felsorolásból kihagyhatatlan nagypapája, Gyarmati Dezső, klubunk legendája, olimpiai bajnok vízilabdázója. És mostantól Szilágyi Liliana is ebbe a sorba tartozik. A 22 éves felnőtt Európa bajnok második, ifjúsági olimpiai bajnok úszónk az FTC márvány táblája előtt beszélt hazatéréséről. Azelőtt a tábla előtt, ahol a Ferencváros Európa, világ és olimpiai bajnokainak nevét vésték fel. Megindító már. Már úgy mondtam, már szeptemberben is megnéztem ezt az egész helyet, és igazán nem gondoltam végig, hogy én hova teszem be a lábamat, és amikor mondjuk az uszodában is ki van téve ugye a nagynénémnek meg a nagypapámnak is a képe, és az alatt úszok, azért az úgy nem tudom, olyan különleges érzés, és igazán jó érzés. Volt többször is, hogy edzés végén így nézegettem, és hogy milyen történelem van, és milyen történetek vannak ezek mögött, a képek mögött, hiszen én ismerem őket, hiszen én tudom jól, hogy a nagyapámnak mennyi munkája volt ebben, és a nagynénémnek is, és úgy nagyon ösztönöz arra, hogy én is egy olyan útra lépjek, ami nekem azt jelenti, ami nekik jelentett az ő útjuk. Ahogy haladunk felfelé a lépcsőn, az úszoda ismerős zaja üti meg fülünket. A küzdelem helye, ahol az úszók hősökké válhatnak. Nem véletlen, hogy Szilágyi Liliana, akinek beceneve, jegyezze meg minden fradista, még véletlenül sem Lili, hanem szigorúan Lilu, tehát nem véletlen, hogy Lilu szeme szinte könyvbe lábadt. Ez az élet. Tehát ez most ki is rázott egyébként a hideg, és egyébként, hogyha kicsit jobban így beleengedném magat, akkor abszolút könyvbe lábad a szemem. Tehát az, hogy amit a víz ad, a vízcsobogás, a klórnak az illata, ahogy megérzem így az orromban, az mindent átad, és egyébként emlékeztet is arra, hogy alapvetően miért is vagyok nap, mint nap az uszodában. Verrasztó Dávid után egy újabb klasszissal erősödött úszó szakosztályunk, és a sor talán még folytatódhat. Ez a szakmai jólét azonban nem mindig volt így. Talán a klub általános fejlődésének hozadéka, sok más sportágunkhoz hasonlóan úgy tűnik, az úszók is megindultak a csúcs felé. Nagyon közel állunk ahhoz, hogy a felsorolt nevekhez még egy név csatlakozzon, még egy úszó. Azt szeretném neked elmondani, hogy a Verrasztó Dávid, akit felsoroltál elsőként, ő nem marad egyedül, és a testvére is csatlakozik hozzánk, az Evelyn, és akkor így most azt mondjuk, hogy az egész család nálunk úszik, lehet ezt mondani, és nagyon remélem, hogy ő is sokat virágzását éri majd a Ferencvárosban. A Lilu láttam a nagyon boldognak, és láttam hirtelen nagyon szomorúnak, és ezt utána megint boldognak. Tehát azt gondolom, hogy a Lilu az életkorától adódóan is még egy picit még nem találta meg önmagát teljesen, de azt gondolom, hogy az senki nem vitatja, hogy egy nagyon tehetséges úszóról van szó, és én abban reménykedem, és nem csak én, hanem a úszószakosztály vezetője is, és az ő személyes edzője, abban reménykedünk, hogy itt nálunk, ebben a klub életben, ahol egy igazi családként élünk együtt itt a Népliget berkein belül, itt megnyugszik, és csak az úszásra koncentrál, és szerintem, ha így lesz, akkor Liluban nagyon komoly eredmények vannak még. De vissza Lilianához, akivel az olimpiai bajnokok sétányán járunk. Olvassuk a legendás neveket sorban, Gyarmati Dezsői előtt állunk meg. Lilu szeme a nagypapa bajnok vonalait pásztázza. Hiányzik, és szeretem, és nincs nagyjából összefoglaltam az érzéseket. Sokszor eszedbe jut ő? Uh-huh. Igen. Kicsit olyan egyébként még így a halála után is, hogy így bármikor szükségem van rá, akkor így ott van, és megszólal, hogy hogyan, merre mész, vagy ilyesmi. Hogyha lehetne azt mondani, hogy valamilyen tanítást ő ráthagyott, vagy valamilyen, most nem az, hogy életbölcseletet, de hogyha valahogy meg kéne fogalmazni azt, hogy mi az, amit neki köszönhetsz, az ilyen van esetleg? Abszolút. És ez nagyjából egy szó, hogy szeress. Tényleg így bármi van, bármit csinálsz, ezt csak is szeretetből tudod. Úgyhogy ez azért eléggé, hogy ott van. És mondtad ott, hogy kicsit hátrébb, hogy olyan nagyon jó kapcsolatotok volt, ezt hogyan kell elképzelni? Szerintem azt, amit egy nagypapától meg lehet kapni, azt abszolút így, mint a nagykönyv szerint én meg is kaptam. Mindenféle
támogatást, játékot, tehát abszolút egy nagyon kiskoromtól kezdve, amióta én egy világomról tudok, azóta engem teljes mértékben egyenrangú félként, partnerként kezelt. És azt szerintem, hogy nagyon fontos és lényeges dolog volt, egy alap az életemben, ami miatt én nagyon sok mindenben hiszek, és sok minden olyan dolgot, amit mondjuk a jövőben szeretnék megvalósítani, azt attól nem félek. Szilágyi Liliana hazatért. Előtte meg annyi verseny, de mostantól a háta mögött a Fradi család.